voltam, ott van a lehetőség a hibákban, bújj ide bátran, leszek a társad, ne merüljünk el most a magányban, a szívünk összeérte és érzed, tiszta lappal indít az élet, jöhet bármi, én vigyázok rád, és soha nem engedlek el téged. Feszített víztükörként a lelkünk úszik, hangtalanult az ében színesek vagyunk, és nyomokat hagyunk, a mosolyunk ott van az ébredésben, és ha majd öreg leszek, és öreg leszel, a sok szép emlék az égig emel, sok hálás lehetek, hogy ez történt az életemmel. Ugyanaz, de mégis más. De nekem bejön ez a felbontás. Neked ugyanúgy jó ez a testmozgás. A testünk nem tűr ellentmondást. Úgy éget a vágy, a sorsom egyenesen vezetett el hozzád. Olyan cserpes a szád, nem kerestelek, mégis megérte várnom rád. Feszített víztükörként a lelkünk úszik, hangtalanul az ében színesek vagyunk, és nyomokat hagyunk, a mosolyunk ott van az ébredésben, és ha majd öreg leszek, és öreg leszel, a sok szép emlék az égig emel, csak hálás lehetek, hogy ez történt az életemmel. Körként a lelkünk úszik, hangtalanul az ében színesek vagyunk, és nyomokat hagyunk, a mosolyunk ott van az ébredésben, és ha majd öreg leszek, és öreg leszel, a sok szép emlék az égig emel, csak hálás lehetek, hogy ez történt az életemmel. Itt is van velem a mangorás teljes legénysége, illetve a gyönyörű strandlabdátok. Srácok, köszöntelek titeket újra itt a stúdiómban. Sziasztok! A nyárra való tekintettel ezt most azonnal át is adnánk neked. Nagyon szépen köszönöm. Az a legjobb, amit te... Akkor majd ellabdázunk szerintem. Igen, Ádámmal. Ezt a stábnak hoztuk, hát tudjuk, hogy játékos jó, hát próbálom itt nem leereszteni. Majd fiúk, csak hogy egy kicsit még jobban a banda tagja legyek, a ti szavatok járásával. Ez egy kigurult dal lett, amit jó, hogy én így használok, de nálatok ez történetesen mit jelent? Ezt azokra a dalokra használjuk elsősorban ezt a kifejezést, amik így gyakorlatilag ténylegesen így kigurulnak a szülő csatornából, így azonnali hatállyal megszületnek, és egy alkalommal létrejönnek. Tehát, hogy így leülünk egy általános ilyen mangónapon, amikor így a stúdióban összegyűlünk, ez minden héten általában van egy ilyen nap, és akkor leülünk, és estére a semmiből úgymond létrejön egy dal, vagyis hát összeeresztjük a kis gondolatainkat, és akkor elkészül belőle egy dal. Úgyhogy ez tipikusan egy ilyenkor általában a dal szinte 100%-a aznap megszületik. A szó nem elég volt az a szám, amivel tényleg berobbantatok, és azóta is próbáljátok azt a sikert újra elérni, illetve túlszárnyalni. Akkor mondjuk most ebben a számban ti is érzitek a potenciált? Hát Pista, a te szaxofon szóló, hogy ezért szerintem megteszik a kellő hatást. Igen, egyébként is egy hatalmas Darren Bass fan vagyok, és emiatt is valószínű jobban kigurult a szaxofonból is ez az átütő dallam. Hát rendkívül erősnek érzem. Szerintem a szaxofon a legerősebb része, nem? De ez egyik nagyon markáns része viszont, markáns. Az biztos. És a markáns egyébként az a képsor is, illetve azok a különböző helyszínek, amiket a klipben láthatunk. Különböző, exotikus, vagy hát alpesi, mindenféle tájat, és rá
ráadásul olyan extrém sportolókkal. Kiket kértetek fel, kik szerepelnek a klipben? Bizony, a Riders csapatával dolgoztunk, ők nagyon-nagyon menő, ilyen világjáró, bicós, deszkás, mindenféle ilyesmi extrém sportokkal foglalkozó srácok, és ők rendszeresen forgatják magukat, és így összedugtuk a fejünket, és a kettőnk anyagaiból gyűrtük össze tulajdonképpen az új Mango Rice klip anyagát. Ugye legutóbb, mikor mi az Adomadalod forgatása kapcsán találkoztunk, akkor ti is megpróbáltatok rávenni engem némi extrém sportolásra, de Laci azért inkább én hozzád hasonlóan a nyugodtabb tempót választottam volna, de te is feltűntél ebben a klipben. Itt most tényleg olyan dolgokat akartatok láttatni ebben a videóban, amit ti nem vállaltok be? Hát igazából ezeket mind tudom csinálni, még benne vannak a klipben, csak most úgy döntöttünk, hogy inkább valakik helyettünk vállalják ezeket, de igen, biciklizem én is. Igen, föltűnsz ezért, ha már Rider lettél te is ebben a klipben. Igen. És hogyha már nyomokat hagyunk a szám címmel, mégis ti hogyan érzitek, hogy mik azok a nyomok, amiket mondjuk ti hagytak, vagy amik bennetek megmaradtak itt az elmúlt évek során, amióta zenéltek? Mindenki mutogat mindenkire. Leginkább talán azt tudnám mondani, hogy a tekintetek, amikkel találkozunk, nem? Talán azok árulják el a leginkább, hogy hol hagytunk nyomokat, amikor akár kisgyermekes emberek jönnek oda hozzánk, és azt mondják, hogy nagyon szeretik, hogy a gyerekeik ezt a tartalmat fogyasztják, és nem valami mást, vagy amikor akár idős emberek volt olyan, hogy 270-en felüli hölgy kézen fogva odajött autogramot kérni meg fotózkodni, hogy ők járnak Mango Rice koncertre, másra nem, erre járnak, ezt tetszik nekik, remélik sok helyen leszünk, tehát hogy azért így ilyenek vannak. Na hát ilyen tekintetekkel találkozhattatok a Balaton koncert kapcsán is, amikor ugye egy vízi színpadon kellett fellépjetek, és aztán pont a Szó nem elég című számot Száfokon adtátok elő. Nézve a klipet, gondoltam, hogy nagy bajotok nem történhetett, de azért mondjuk főleg te, Laci, ott a tablettel nem féltél attól, hogy annyira vadul fog szaxofonozni Pista előtted, hogy beborultok a száppal a vízbe? A tablettel a hangtechnikusunk volt, ennyit pontosítanék. Én nekem fönn kellett maradnom, ugye? Igen, Janika. Mert nekem fönn kellett maradnom a színpadon, ugye? Bárjál, bocsánat, ezt muszáj, hogy a szándékbástam, meg fordítsd már meg azt a labdát, hogy a logó látszom. Na, csak mehet tovább. Mehet tovább. Az Ádámmal. Szóval a billentyűnk mögött én nagyon aggódtam, és én elmondtam, hogy én például a Pistának 10%-ot adtam arra, hogy nem esik bele a szápról, de nem esett bele. Nagyon durva, és egyébként semmi sérülése nem esett a hangszereknek, a hangtechnikának, ő miattuk annyira nem aggódtam. Azt is mondjuk el, hogy eredetileg vízibiciklin szerettünk volna a nép közé menni, ugyanis itt a nézők kedvére elárulnám, hogy egy úszószínpadról lesegítettek minket kettő darab ilyen szábdeszkára, amit ott hozott valaki a nézőközönség közül. Mi vízibiciklit szerettünk volna, és ezt meg is beszéltük a főszervezővel, csak elfelejtettük, hogy a vízibiciklis forma az egyszer hazamegy és bezár a vízibicikli kölcsönző. Amikor írtam az SMS-t a színpadról a szervezőnek, hogy három dalon belül jöhet a vízibicikli, akkor visszaírták, hogy csak hazament a kölcsönzős. És merre fogtok még menni, mert ez a koncert már a múlt, de gondolom azért most még nyáron láthatiteket a közönség és a rajongótábor itt ott. Jövő héten elindulunk Erdélyországba, és ott fogunk zenélni egy nagyot Csíkszereden. És Pista, mondjuk félhetünk attól, hogy ott is szápon fog szaxofonozni, vagy azért az biztosabb közeg? Hát én úgy vagyok vele, hogy minden alkalommal ott van velünk a kétkerekű gördeszka, tehát hogyha más nincs, akkor marad az. Vagy egy jó medve. Egy jó medve. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek. Jó koncertet, mi meg még itt ellabdázgatunk majd Ádámban. Köszönjük szépen.